Nem úgy alakult a Nyíregyháza Spartakusz számára 2016-2017-es szezon, ahogyan azt a csapat vezetői, játékosai és szurkolói elképzelték. A bajnokságot Mátyus Jánossal kezdő együttes a 10. fordulót követően, míg az élen állt az NB2-ben, aztán következett egy gyengébb széria, amelynek következményeként Weber György ült le a kispadra. Végül mégsem vele fejezte be a bajnokságot a Spari, ugyanis a vezetőség az utolsó 8 fordulóra Dajka Lászlót bízta meg a szakmai munka irányításával. A nyíregyházi gárda végül 50%-osnál gyengébb mérleggel, negatív gólkülönbséggel a 12. helyen zárt, a szurkolók számára legfeljebb az jelenthetett vigasz, hogy a csapat a zárófordulóban 3-1-re legyőzte a Cigándot. Nyilván az, hogy nyertünk, az egy nagyon jó dolog, de azért van bennünk némi hiányérzet itt a szezon közben, nem is kevés, hiszen nem így indultunk a szezonnak neki, úgy gondolom, hogy ősszel ott voltunk a tabella első felében, vezettünk is, aztán nem úgy jöttek sajnos az eredmények, ahogy szerettük volna. Egy nagyon hosszú szezon volt, úgyhogy nem úgy alakult semmi idén, ahogy azt elterveztük, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy jövőre tényleg azt a Sparit fogják látni majd a szurkolók, akit megérdemelnek, és amit mi is szeretnénk. A csapatkapitány végül 9 gólig jutott és 11 gólpaszt osztott ki társainak. Ezzel Rudolf Gergely lett a legeredményesebb nyíregyházi játékos. Én úgy érzem, hogy én megtettem mindent, ami tőlem telt. Nyilván voltak mérkőzések, ahol esetleg nem úgy ment, vagy nem úgy sikerült a játék. Itt gondolok arra főleg, hogy olyan mérkőzéseket vesztettünk el, vagy hoztuk döntetlenre, ami már a kezünkben volt. Úgyhogy szeretnék tovább fejlődni, tovább javulni még, mert van hova. Úgyhogy de a jövőben is én ezt várom magamtól, és természetesen mindent megteszek a Spariért, hiszen itthon vagyok, és számomra ez fontos és szívügyi kérdés, hogy a Nyíregyháza újra NB1-es tudjon lenni, újra NB1-es legyen, és már bízom abban, hogy ez akár jövőre is bekövetkezhet. Úgyhogy várjuk a változásokat, hogy milyen változások lesznek. Jelen állás szerint alaposan átalakul a Spari játékos kerete. A keddi szezonzáró ebéd után elkezdődtek a tárgyalások a játékosokkal. Amíg élő szerződéssel rendelkező futballisták közül megfelelő ajánlat esetén távozhat Harsányi Zoltán, Máté Péter, Tamási Zsolt, Cisza Tibor, Úr László és Vámos Márk. A lejárt szerződésű labdarúgók közül biztosan nem marad a klub játékosa Dvorsák Gábor, Pálinkás Gergő, Perger Bence és Törtei Tamás. Utóbbi a klub utánpótlásánál edzőként folytatja pályafutását.